Nagyon szépen köszönöm az egész csapatnak ezt az eredményt. Négy számban mérték össze ügyességüket és gyorsaságukat azok a tűzoltók, akik a megyei versenyekről továbbítottak az országos bajnokságra. Az egyenruhásoknak például horog létre a mászásban, 100 méteres akadálypályán, 4x100 méteres váltóversenyben és kis motorfecskendő szerelésben is bizonyítaniuk kellett. A kiugrás az, ami nagyon fontos része, ugye ez sípcsontot elég könnyen megviselhető, hogyha az ember elvéti. Igazából mi is az öregektől estük el a legjobb taktikát. Úgyhogy így apránként elmondani nehéz. Bár a tűzoltók nap mint nap fokozott terhelésnek vannak kitéve, a bajnokságra mégis külön készültek. Az edzésben Molnár János segített a csapatnak, aki maga is hosszú éveken át versenyzett. Mondtam is a fiúknak, hogy így sokkal rosszabb, mert így mindenkinek a futamáért és minden egyes mozdulatáért idegeskedtem, izgultam. Hát ott meg ugye az ember csak saját magáért felel is, és saját magára kell, hogy figyeljen. A székesfehérvári tűzoltóknak nem ez volt az első olyan versenyük, amelyen ilyen jól szerepeltek. Városunkban ugyanis komoly hagyománya van a tűzoltó sportnak.